A visegrádi országok kereskedelmi kapcsolatai, közös uralkodói, védőszentjei, a nép hősei. Többek között ezekkel ismerkedhettek meg a Visegrádtól Visegrádig című kiállításra érkezők. A tárlat 1335-től az első visegrádi találkozótól 1991-ig mutatja be a négy országot összekötő eseményeket. Ezek levéltári dokumentumok és források alapján készülő kiállításról van szó, tehát eredeti hiteles dokumentumok alapján szerettük volna bemutatni a visegrádi országok történelmét. Elhangzott a visegrádi négyeknek, továbbra is vannak politikai céljai, de az együttműködés más formákat öltött, például a kultúra és társadalom területén. Az országok kapcsolata egyre intenzívebb és emberközelibb. A kiállítás létrehozását Lengyelország kezdeményezte 2014-ben a lengyel-magyar barátsághoz kötődően. Habis László polgármester köszöntőjében Eger értékeit említette a lengyel kapcsolatok révén. A 15. század végén a várbéli gótikus székesegyház építésén ugyanaz a kőfaragó dolgozott, aki a wroclawi városháza helyreállítási munkáin is tevékenykedett. A polgármester a Psemis és Eger között 15 éve működő testvérvárosi kapcsolatot is kiemelte. Számos intézményünk, iskolánk, civil szervezetünk ápol folyamatosan kapcsolatokat, és ez nagyon tartalmas, ez az együttműködés. És hát emellett természetesen vannak turisztikai és egyéb kontaktusok is. A tablók 5 nyelven szemléltetik az összegyűjtött információkat, a négy ország közös történelmét. A kiállítás járja a világot, nemrég Indonéziában mutatták be, az egri állomás után Budapesten látható.